Kedves nézőink, férfi kézilabdásaink a hétvégén Szent Gotthárd csapatát fogadták, és 23-21-es győzelmet arattak. Tamás, kérlek, én egy kicsit szerettem volna hátradőlni a második fél időben, nem sikerült. Te hogy voltál ezzel? Hát hátradőltem én már, de már olyan ideges voltam, hogy azért ültem hátra, hogy lenessek a székről. Nem játszottunk jól, az ugye látszott. Tehát aki kim volt a meccsen, az láthatta, hogy ez talán a hazai meccseink között ez volt az egyik leggyengébb. Az volt a szerencsé. Tehát érdekes módon ez valamilyen szinten döntött az érmek sorsáról. Hát ahogy halljuk, a Szent Gotthárd sincs jó paszban. Nem a játék miatt, hanem egyéb problémák is vannak. Most azt mondom, hogy a mai játékunkra ez volt a mi szerencsénk. De nem akarom bántani a játékosokat, mert rengeteg sérültünk volt a héten is, meg most már hetek óta. Ugye Pavelka Zsolti látszott, hogy most már két hete nem edz, a meccseket vállalja, de lépni is alig bír. Tehát volt is baj egyébként védekezésben a Zsoltinál, de tehát úgy döntöttünk meccselején, hogy megpróbáljuk, mert hát mindenkire szükség van. A Meitzinger Gergő valami vírust elkapott, tehát ő nem is volt keretben. Ugye ő mondjuk a Szent Gotthárdi meccsen lőtt, ha jól emlékszem, 7 vagy 8 gólt, tehát ő hiányzott mindenképpen, a gyorsasága is. Ő sem állt rendelkezésre, ugye a Zsolti sérülten vállalta. Hát mert is a többieknél is van, ugye a jobb szélsünk eleve nincsen, ugye az megint most kijött a mérkőzés első 5 percében már, mert jobb szélre kimaradt 4 zicser kapásból. Meg hát a mérkőzés folyamán most nem tudom összeszámolni, de egy 7-8 biztos. És ugye ezek hiányoznak, tehát hogyha van egy jó jobb szélsőnk, ami azt jelenti, hogy mondjuk a 8 helyzetből 5-öt belül, mert az már egy jó százalék, azt gondolom, akkor egész más a mérkőzésnek a lefolyása, meg hát nem ilyen killódos. Tehát most ezt így végig kellett szenvednünk, de hál' Istennek pozitív lett a végeredmény. A lényeg a győzelem. Én azt gondolom, azért a kapus teljesítményünket, illetve az átlövő játékunkat érdemes kiemelni. Így van, hát ugye ezt is mindig beszéltük, amióta Fülöp Jani felépült, hogy ugye sokszor nem találjuk a megfelelő távolságot a támadásainkhoz. Ugye amikor ez megvan, ugye múltkor volt itt van a Tarján meccs, ugye ott is ez volt, hogy első negyed órában a Jani is szeret labdát cipelni, agyonvereti magát idézőjelbe a védőkkel, az nem olyan lövőhelyzet, amikor te messzebbről tud indulni, illetve az egész középső csapatrészt, tehát az irányító, a két lövő messzebbről indul, akkor már van játékunk. Tehát a Tarján meccsen ez nagyon jó kijött, mert ez egy jó mérkőzés volt. Ehhez képest ez a homlok egyenes más volt. Tehát ezt most, itt most nem sikerült ezt átlépni, mind ott negyed óra után, tehát itt végig szenvedtük ezt az egészet. Egyetlen tényleg pozitívum, hogy a srácok küzdöttek, már múlt héten is ez volt egyébként. Hát most nem azt mondom, hogy idény vége, mert még van 3 meccs, de már nagyon várták, hogy ez a 3 meccs, amit mondtunk annak idején, hogy ezt hozni kell a dobogós helyezésekhez, az lemenjen, tehát volt bennük egy kis feszültség is, meg mondom a sérülések, tehát így azt gondolom, hogy mind a 3-at be tudtuk hozni, tehát ez volt a cél. Most az, hogy milyen játékkal, azt most szerintem felejtjük el, mert ebből volt, amelyik a 3 meccsből jó játék volt, ez mai egy gyengébb volt, de hoztuk, tehát azért mondom, hogy így most nem lehet panasz igazából. Hátralévő mérkőzésekből hányat fogtok itthon játszani? Hát egy hazai mérkőzésünk van még, és kétszer játszunk idegenbe. Jövő héten megyei rangadót játszunk Pápán, tehát az mindenképpen egy fontos meccs. Utána az Ács jön ide. Na most azt tudni kell, hogy ezek a csapatok, ez a kettő, ez kiesés ellen küzd, tehát hogy gondolom, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy hozzák. Nekünk meg már úgymond ezzel a 3 meccsel a dobogó biztosított. Itt már azt gondolom, hogy a Gotthárdnak, mivel 3 ponttal vezettünk, így is előttük, most pedig 5 lett. Úgyhogy itt a 3 meccs alatt 6 pontot lehet gyűjteni, tehát itt a matematikai esély maradt meg szerintem a Gotthárdnak arra, hogy második legyen. Szerintem, tehát most ezzel az ezüstérmet megszereztük, mivel ők még játszanak az egyetemmel is. Így, és az utolsó mérkőzésünk az pedig Komáromba lesz. Ott meg ugye azért megyünk oda, mert vissza szeretnénk vágni be első hazai vereségünket, illetve az egygólos hazai vereségünket az idény végén tőlük szenvedtük el. Úgyhogy ezt a 3 meccset mindenképpen megpróbáljuk komolyan venni. Az eredmény, tehát illetve a tabella ellenére mindegyiknek lesz célja mindegyik meccsnek.